Sziasztok, srácok, üdvőd mindenkinek. Nem ittam kávét, úgyhogy nem vállalok felelősséget a viselkedésemért ma reggel. Úgyhogy nem vagyok hajlandó felelősséget válni önnön magamért. Sziasztok, hello, hello. Hogy svéd, hogy telt a hétvége, srácok? Hogy ityeg a fityeg? Oh! 500? Laj, ezt nagyon szépen köszönöm, az 500. ajándék előfizetésed, az 500. ajándék előfizetésed, tier 3-as feliratkozást rántott sajtnak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rántott sajt 3. hónapját. Mondjuk az epikebb lett volna, ha rántott sajt 500. hónapja, de hát ugye nem jöhet össze minden. Sziasztok, üdvét sajtok. Milyen fit? Nem ittam ma kávét, Fleti. Nem ittam ma kávét, gondold el. Villanybakter! Itt a helyettem is, de nekem az nem jó. Jó, nem vagyok Isten, haló, nagyon állatlan ez, úristen, köszönöm szépen. Villanybakter, köszönöm szépen a tier 2-es 3. hónap feliratkozást, nagyon szépen, köszönöm. És neked is korcsa 100-as csírt. Doki, 20 köpcenti kávét, vélesen extra véne. Hogy lett 2-es a hype vonat alapból? Hogy indítottatok rögtön 2-es hype vonatot? Köszi szépen, a csírckorcs. Ott az 500, ennyi. Nem 3-as, mert a 3-ashoz ki kell telnie. Itt amúgy egy pattanásom van, és kurvára fáj. Szóval igen. Ugyan a hétvégén be lettek építve a beltéri ajtóim. Gratulálok, Fleti! Nagyon szép. 500! Ha kávétől nem is, de a 2-es hype-olattól felébredsz. Hát... A kávé egy kicsit konstansabb az életemben, mint a hype vonat. Mit mondtam a pattanásokra? Az, hogy fájnak, és látszik egyébként, szóval tök mindegy. Segíts, valaki tüntessen a nevem onnan felülről. Mi? Segíts, valaki tüntessen a nevem. Miért kell eltüntetni? Kit akarom? Ó, nem megy. Szeretnéd, hogy kikapcsoljon a nevedet, Ryan? Jaj. Jaj, bocsánat, még nagyon reggel van nekem. Ilyen mértékben. Itt jön a Tomás, és mindenkit vigyorog, vádgázol. Csúcsú, motherfucker! Zoli, köszönöm a csírt, szia, jó reggelt. Minek írtad oda? Hát ez az, szia, Zeki van. Hello, szia, Raiden. Raiden. Miért Raiden mondta? Egy pár streamen nem voltam itt. Mik ezek a változások? Milyen változások? Én vagyok. Fura, hogy ott van még mindig, vagy ez péntek délelőtt óta van így? Ez péntek délelőtt óta van így szerintem, Ryan. Vagy csütörtök délután, nem tudom, valamikor olyasmi körül. Néha ott szokott válni, hogy a falhőe. Bocsánat. Szóval, ja. A stream kinézete? Hát, változott most, Istenem. Most Istenem, megváz! Így gyorsan Frosty körmére nézel, Lajesz. Lajesz, köszönöm szépen az ajándék feliratkozásokat Bicikli Pupának, Petyának, Pongónak, Gézsinek, Eninek, Abesznak, Tata Beru Fischernek, Laksainak, Gazaretnek, és Lolka Volkának. Jaj. Én ébren vagyok, te nem vagy ébren. Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen. Igen, Gezemite! Mikor? Mit tweetelt? Mit retweetelt? Jani? Oh yes! Nagyon szépen köszönöm, Lajesz! Kallereket a vonatra, hát most mindenki kaller. Tessék, eltűntél, Ryan! Eltűntél! Szia, Bonel! Miért én vagyok a cím? Miért ne? Mert ez jutott eszembe. Ja!
Hát, igen. Hát baszki, tényleg öt nézővel kezdtem még annó. Átlag öt néző, ahogy az átlag öt néző, az rohadt jó első streamre, csak mondom. Csak mondom, hogy az nagyon jó első streamre. Kávész állít, hogy érkezik a kettes vegény, a vágát mellett kérjük, vigyázzanak! Dávid, köszönöm szépen a csírt! Kávé. Na majd, összekapom magam, aztán lemegyek a boltba reggeli stream után is kávézom egy jót. Az nice, én átlag 8,0, ugye? Ezt mondom, hogy 5,5 néző az első streamemre, nagyon szép volt. Szia Risten! Főleg úgy, hogy az első streamem 4 órás volt. 4 órás volt az első streamem. Nagyon szépek, köszönöm srácok a támogatást. Mennyi volt a legtöbb nézőt? 2100, azt hiszem. Szia Zsuzsi, jó reggelt! Nincs csak a pullos vonat, elfele a vonatokban. Beindult. Hadd vegyél az a sihuhu, köszi minden streamet, napot és csodás közösséget. Hát én köszönöm Multi, hogy itt vagy, és köszönöm szépen a csírt, és örülök, hogy jól érzitek magatokat itt. Jól érzitek magatokat itt közöttünk. Na. Ráiden! Köszi szépen a harmadik hónap feliratkozást. Jaj, nagyon szépen köszönöm Ráiden a harmadik hónapot. Ja, Istenem. Szia, nagyon fűnyírós, szép jó reggelt mindenkinek, micsoda hype vonatra érek ide. Ugye, hype vonat. Mindig csak a hype vonat. Jaj, mennyi hype vonat van itt, jaj, ne! Szia, Kyle! Hello. Jaj, elfáradtam. Srácok, elfáradtam. Köszi szépen, hogy kitöltitek alertekkel a streamet, ahelyett, hogy itt beszélnem kéne. Legjobb. Köszi szépen, Dávid. Toljuk, Béláim. Nem működik a felolvasó. Gyere, megnézze, rákukkantok erre a felolvasóra, mert rá akartam. Nagyon szépen köszönöm, Dávid, a csírt. Túltoltuk, Béláim. Jaj, nem letölteni akarok. Látszik, hogy félre kattintok mindennel is. Hé, lespórolta a kötőjelemet! Toljuk! Új, reszetelte a chatet, what? Akkor most működni fog a text-to-speech? Text-to-speech? Ott is van az ötös, Mignon! Mignon, hát ott is van! Amúgy is unalmas vagyok, nem? Szóval, nagyon szépen köszönöm Mignon a 13. hónap feliratkozást. Köszi szépen a csodálatos 13 hónapot. Zoli, unalmas stream off, Danna lép egy gyíkó. Köszi szépen a csírt, és Villagybakter, neked is nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Nem hagytam ki semmit. Mateusz, köszi a hostot. Ártász, 25 hónap? Csak úgy mondod. Na. Papagájt kaptunk, wow. És még pont bele értél, Ártász? Na. Ártász, köszönöm szépen a 25. tier 2-es feliratkozásodat. 25 csodálatos hónap! Ja Istenem, 25. Bocsánat, srácok, nem ittam a kávét, és ez komolyan ilyen hatással van rám. Hogyha nem iszom kávét, nagyon durva. De miért nincsen felolvasó? Most nézem a text-to-speech-et, srácok, egy fél pillanat. Enabled, nagyon jó, text-to-speech. Resend message text to speech enabled. Disable. Save settings. Include message template in TTS.
Persze, azt is inébölöljük. Mindent inébölölünk. Hülye Teach, megint nem adja az új zacsim. De állat az új zacsid, Lajász, GG. Szia, Miki, ez milyen kutya, papagáj. Egy egész állatkertünk van most már. Épp most főzöm, ugye mindenképpen hozzatok nekem kávét. Valahogy hozzá kell jutnom. Hétfőn nem dolgozik. Ja, értem, érthető. Hey, Diaz, what's up? Vagy felolvasodok egy kis kávét. De még magamnak se adtam kávét. Lehet, hogy feketén kéne innom azt a kávét. Csak az a baj, ugye, hogyha feketén iszom, akkor még jobban szétbassza a gyomromat, és mivel nem szoktam enni reggel, ezért nem merek feketén kávét inni. Mert így is katasztrófa már néha a gyomrom működési elve, úgyhogy... Úgyhogy, ja... Ennyi. Mert nem engednek. Ó, oh. Milyen volt a hétvége? Jó volt a hétvége. Túl gyorsan elment a hétvége, az az igazság, még így is, hogy péntek délután nem volt stream. Olyan gyorsan elment, voltam nővéremmel vásárolni, voltam tesó, ugye voltam náluk, és így vittem a gyereknek egy ekkora plüst, úgyhogy az állat volt, nagyon tetszett a nővéreméknek. Aztán tegnapi nap is úgy elment, mintha nem lett volna, egyig aludtam tegnap. Péntek este rozé fröccs, azt hopp hétfő reggel. Nem, annyira így nem. Szia, Krikor, hello. Feketén a kávét? Igen. Nem kell mindenben rosszat látni. Így elfekete teát, nem cseszi szét a gyomrot, ha üres, de nem is elég. Nem is elég a tea, meg nem szeretem forrót inni nyáron. Az nem jó. Szóval, akkor nem tartottad meg magadnak a pingvint. Nyilván mondom, hogy az unoka öcsémnek vettem a pingvint. Come on, guys. Miért nem hiszi el senki, hogy az unoka öcsémnek vettem azt a pingvint? Globálisan bugzik a felolvasás angolul streamereknek sem. Igen, tudom, hogy globálisan bugzódik. Feltűnt már, hogy senkinek nem akar működni. Várj meg, aki kihűl. Ki a faszom? Várja meg, hogy kihűljön a tea. Ki? Ki tud annyit várni egy rohadt teával, hogy kihűljön? Aj, Istenem. Dehogy is rántott sajt, ez aljas rágalom. Nagyon aranyos volt ez a pingvin, de lehet még venni. Még lehet venni olyan pingvint. Akinek van sokkoló fagyasztója, lennék sokkoló fagyasztó. Mert ez a pingvin hatalmas nagy szeretetben volt nálad, kedves Danna. De nem baj, akkor se az enyém. Higgyétek el. Megmondtam, hogy nem magamnak vettem eskü. Én megmondtam, hogy eskü nem magamnak vettem. Tessék, itt a bizonyíték, srácok. Csak így mutatok babás képet. Szóval itt a bizonyíték, hogy oda került a gyerekhez. A pingvin. Tessék, itt a bizonyíték. Rakd bele egy kockát, vagy vágd be a fagyóba, gyorsan kihűl, nem tapasztal. Á, biztos nem. Tudjuk, hogy egy fénykép erejéig odaadtad neki. Á, nem vittem volna át. Aztán szombaton úgy volt, hogy egy órakor találkozunk a nővéremnél, anyuval. Dehogy vettem el tőle, nem el. Szóval, hogy egy órakor találkozunk a nővéremnél, és így, srácok, annyira unatkoztam szombaton, és nem tudtam mit kezdeni magammal, hogy fogtam és lesétáltam hozzájuk. És így tök random indultam el, nem is néztem, hogy megjön az idő, és hány órakor indulok el, és 12:59-kor értem oda. És egy órára beszéltük meg a találkozót, hogy megyünk. És így rohadtul nem néztem az időt végig. Azt se tudtam, mikor indultam el, azt se tudtam, mennyi az idő, és így 12:59-kor értem oda. Jó mozgalmas hétvégén volt haverokkal, mindkét nap toltuk végre. Két órás foci maradt, az nem túl maraton, a két óra nem. Az valamint az normális időtartamnak tűnik. Kertészkedés, két darab, másfél órás vízilabda, úszás volt terítéken, nem unatkoztam. Azok már ennyit a fene. És sétáltam egyet, tettem az egészségemért. Be volt lőve az idő, ennyi.
Ennyire unatkozó, szóval jöhettél volna salgópolcot szeretni. Á, annyira nem unatkoztam. Photoshop igazából Danna fejére oda van szerkesztve a baba feje. Mi? Nem. De az aranyos. Na, ne bántsátok szegény gyereket, az a pingviné. Mármint a pingvin a gyereké. Tegnap úgy bevertem a lábam a küszöbbe, hogy még most is érzem. Na, az kellemetlen. Nem tudom, én nem, pingvin, nem tudom követni a mai streamet, ne haragudjatok. Örüljön a beton, hogy ráléptél konkrétan. Konkrétan, érted? Mert a konkrét az a beton. Ó, édes Istenem. Fú, de szar volt, geci. Na jó. Mi újság, srácok? Ti egyébként mit szóltok a halálbüntetéshez? Ti mit szóltok a halálbüntetéshez? Na jó van. Jó van az a dolgom. Igen, tetszett neki, Lajesz. Éles váltás, nehéz téma. Mi ez a váltás? Ugye? Ez osztál a felütés. Ti mit szóltak a halálbüntetéshez? Ugye Amerikában nem is tudom, mikor hozták vissza az 1900-es évek vége fele. Visszahozták a halálbüntetést. Remélve ilyen, nem égettek el élve meg ilyenek. Szia Norbi, támogatod? Miért támogatod volt a cukker? Kizárt dolog, mert nem tudom. Piro úr, nem lesz sok az az 5 év? Nem 5 év, kötél? Inkább nem fejteném ki a véleményem. Amelyik vadbarom belép egy iskolába és gyerekeket lő, az meg is érdemli. Hát de nem csak azoknak adnak halálbüntetést, akik gyerekekre lövöldöznek. Szóval ez nem teljesen igaz. És mi van azokkal? Ugye főleg Amerikában van halálbüntetés, sőt, Amerikában van halálbüntetés, és ott van egy olyan törvény, hogy a közös felelősségvállalás, vagy közös büntetés, mindegy, az a lényege, hogy a felek, akik részt vesznek egy-egy bűntényben, azok ugyanolyan mértékben büntethetőek. Szóval mindegy, hogy ő húzta meg a ravaszt, de hogyha ő bűnrészesség köszönöm, nem, kell az a kávé. Szóval, hogyha nem ő húzta meg a ravaszt, de csak vezetett, akkor is ugyanolyan büntetést kaphat, mint az, aki elkövette a bűntényt. Inkább szenvedjen, mint hogy halálbüntetés, az túl egyszerű és kegyes megoldás. Jó, de kicsi bigló, azt nem úgy kell elképzelni, hogy halálra ítélnek, és akkor egy hét múlva megölnek. Van, aki 10x éveket vár a halálsoron arra, hogy megöljék. Szerinted az milyen lehet, hogy minden nap arra vársz, hogy mikor hozzák meg az ítéletet, hogy végre mehetsz meghalni? Van, aki nagyon megérdemli, de mindig benne van az a rizikó, hogy komplikáltabb gyilkosságunknál, egyéb ügyeknél, hogy jogtalanul végeznek ki valakit. Hát igen. Kitenni őket az Antarktiszra, problem solved. Ja. Van, aki 20 évet vagy annál többet, igen. Évek telnek el, mert lehet, hogy időközben kiderül az ártatlansága, volt már rá példa. Eddig összesen 2 alkalommal volt olyan, hogy megszüntették a jogosan kirót halálbüntetést. Összesen 2 alkalommal. Csak az a baj ugye, hogy igazából vannak olyan emberek, akik nagyon manipulatívak. És ugye, amikor ő csak vezet, és ráveszi a másikat, hogy gyilkoljon. Ez volt is egyébként, hogy ez volt az egyik, amikor jogos esetben megszüntették a halálbüntetést, hogy a csávó csak vezetett. De mindenki azt mondta, hogy ő volt az agy az egész mögött. És ő vette rá a másikat, hogy ölje meg. És ezt látták a bíróságon, látta az esküdszék és mindenki, és halálra is ítélték egyébként. És később, egy nappal a kivégzése előtt megszüntették a halálos ítéletet. Az a baj, hogy ki lehetne olyan minden tudó és mindenre rálátó, hogy valakit halálra ítéljen. Egy tök érdekes dolog, hogy mi és igazából nincs az a tudás, amikor elítélhetsz egy másik embert, és elveheted az életét. Ez lenne velem utolsó vacsorának, valami olyan kaját kérnék, amit nem lehet csak úgy beszerezni,
gyümölcsöt, hogy x hónap alatt terem. Hát szerintem ez nem válna be. Nem hiszem, hogy beválna. Az igaz, hogy némelyik kegyelem a halálbüntetés, de a halálsoron várni is ténylegesen életfogytiglan, ahol a jó magaviselettel sem lehet szabadulni, véleménye szerint nagyobb büntetés. Új, már a közutakon nagyon sok embert ítéltem volna a helyben tarkólövésre. Szerencsére Fleti nem te ítélsz. Most ha azt nézed, hogy valaki elkövet egy büntetét és halálra ítélik és kivégzik, az változtatni fog azon, hogy mi történt? Nyilván nem. Ha van, aki 20 évet ült, majd rájöttek, hogy tévesen, szóval igen, a halálbüntetésnek vannak veszélyei. Hát igen, és most érted, szóval nem tudom, na mindegy. Halálbüntetéssel a fő gond az, hogy egy utólag hibásnak bizonyult ítéletben résztvevők nevetéssel társított várrándítással elintézik. Az minimum ugyanúgy gondotlanságból elkövetett emberülésnek számít szerintem. Amúgy igen, amúgy igen. Szóval az miért nem számít gondotlanságból elkövetett emberülésnek, amikor tévesen ítélnek valakit halálra? Ugye? Mint ahogy a hóhér sem gyilkos. A hóhér sem gyilkos, és nem csukják börtönbe, mert egy parancsot hajtott végre. Úgyhogy, ja. Állítólag volt olyan kísérlet, hogy egy elítéltnek nem mondták el, hogy mikor lesz kivégezve, de pár havonta elvitték, hogy ma este fogsz meghalni. Végén teljesen bekattant. Szerintem nem kell ilyen messzire menni a bekattanásra. Most gondold el, amikor valakit magánzárkában tartanak, azok is bekattannak, hiszen emberi kapcsolatok nulla. Megöl valamit ezekben az emberekben, és szerintem a börtön egyébként nem egy rehabilitáló intézet, szóval akárhogy is becsuknak a börtönbe valakit, bezárnak valakit a börtönbe, az nem fog megváltozni attól, sőt, lehet, hogy a börtönben tanulja meg igazán, hogy csinál. És hogy csinálja. A hóhérnek is volt választása, és inkább más tölt meg, mint hogy őt öljék meg. Hát, nem tudom, hogy működtek a hóhérok, szóval passz. Viszont a halálbüntetés mellett meg az szól, hogy megvédhet embereket attól, hogy velük is tegyen valamit az elítélt. Hát nyilván volt egy csávó, aki megölte a nejét, a nevelőapját, meg a nagynényét egy házi buliban. És ő mondta, hogy hát ő ki fog szabadulni. Most gondoljátok el, akik ellene vallottak, azok milyen veszélyben lettek volna akkor, hogyha ő valaha kiszabadul onnan. Úgyhogy ez, ja. De ha 20 évig, akkor már talán igen. Dehogy is 20 év nem számít. Szerintem aki már 20 évet eltölt egy börtönben, vagy egy ilyen zárt intézményben, azoknál nincsen visszaút. Szóval, hogy is lehetne valakit visszaintegrálni a társadalomba, aki bűnözők között élte le a fél életét mondjuk. Bezárták 20 évesen 20 évre, és a fél életét bűnözők között töltötte, ott kultúrálódott, ott szocializálódott igazából újra. Ilyen embereket hogy lehetne visszaintegrálni a társadalomba, szerinted? Mert szerintem sehogy. És legtöbb esetben, akik ennyi időt töltöttek börtönben, direkt elkövetnek bűncselekményeket még a börtönben is, hogy ne kerüljenek ki soha. Mert számukra gondoljátok el, milyen nehéz lehet az élet szabályai szerint élni, hiszen eddig előtte sem ment nekik. Előtte sem ment nekik, miért most menne? Van különbség börtön és börtön között, a köztörvényeseket nem zárnak össze gazdasági bűnözőkkel. Jó, hogy nyilván, Fleti! Jaj, bocsánat. Többek között azért is érzem jól magam itt, mert súlyos és megosztó témákról is intelligens módon lehet érvelni és beszélni különböző vélemények ellenére is. Köszi szépen, Multi a csírt, örülök, hogy így látod. Nagyon örülök neki, hogy így látod a dolgot. Egyszer egy rendőr mesélt egy sztorit, amikor egy ilyen gengszer embert lecsuktak, majd miután szabadult, visszaesett, és mikor betették a kocsiba, hogy beviszik, hogy megy vissza a sítre, elsírta magát, hogy nem akar visszamenni. Hát nyilván, mint például a gyerekerőszakolókat nem kimérik a börtönben. Úgyhogy, ja. Aki sorozatgyilkos, az már tuti nem fog változni. Hát jó, az meg így más inkább.
Szerintem a sorozatgyilkosok azok általában pszichopaták, vagy szociopaták. Szia, rántott sajt, hajrá, hajrá! Illetve, mert ott valaki, és felküldözte maguk a ranglétre. Hát igen. Igen, amikor a börtönben vagy valaki, aztán kikerülsz egy normál közegbe, és ott senki nem vagy, és igazából kicsit kirekesztett vagy a társadalom által. Mert te elkövetted, amit elkövettél, és ott nem nézik jó szemmel, míg mondjuk a börtönben lehet, hogy egy isten vagy tesó, hogy ezt meg merted csinálni. Ebben a társadalomban nagyon le van maradva. Külön program kéne rá, emberek, akik után velük foglalkoznak, visszaintegrálják. Börtönben kitanulhat több szakmát is, csak büntetett előélettel nem fogják őket alkalmazni. Szerintem Amerikában azért, mert nagyon sok olyan hely van, ahol specializálódtak arra, hogy alkalmazzák, de most mondd meg, most komolyan, ha csak úgy saját magadat nézed, hogyha mondjuk egy volt fegyenc jönne megszerelni az eltört vízcsövedet, te együtt akarnál vele kettesben maradni a lakásban? Mondjuk késelésért csukták le. Nem halt meg az illető, de megkéselte és kirabolta. Kitanulta mondjuk a villanyszerelő vagy a vízszerelő szakmát a börtönben, és utána megjön hozzád szerelni a csapot. Amerikában konkrétan a börtönpopuláció használja effektív rabszolgamunkára, van ott foglalkoztatás, kérem. Persze, hogy van. Persze, hogy van. Nagyon sok olcsó munkát elvégeztetnek velük. Úgyhogy, ja. A viszkis sztározásról mi a véleményetek? Jaj. Semmi. A pszichoszociopaták jobb esetben nem is börtönbe zárják, legalábbis itthon mennek az igazságügyi megfigyelő, és elmegy úgy intézetbe. De az meg olyan, mint egy nyaralás, Leti. Az meg egy kicsit olyan, mint a nyaralás, nem? Korábban volt két nyugdíjas börtönőr munkatársam, meséltek egy-két vad sztorit, de nem nyomda képes, hogy itt megosszam. Ó, ekkor az komoly. Nem, ne hit. Szóval nem ilyen Batman Arkham-osan kell elképzelni. A halálbüntetés más nézőpontban kéne ránézni. Amikor valakit halálra ítélnek, akkor nem csak arról szól, hogy az ember van szó, aki a büntetést kapja, hanem azokat is meg hátráltatja, akik erre vették a fejüket. Sok esetben nem elég eltántorító erő, hogy leülnek pár évre. Hát nyilván nem fennél, persze értem. De egyébként ahhoz, hogy halálra ítéljenek valakit, ahhoz a szándékosság kell. Ugye megfontoltan kell valakit megölni ahhoz. Írni meg majd megtanulsz, minyom. Mikor lesz az? Brutális dózis cuccokat kapnak, konkrétan nyáluk csorog annyira szedálva vannak. Aha. Hát de figyelj, az úgy easy life, nem? Az úgy easy life. Persze nagyon sok bűnöző híres lett egy-egy film miatt. Nézd, Ted Bundy, akár Charles Manson, Dennis Nielsen. Szóval tényleg sok, akkor ott volt a Escobarja, bár ő nem, de hát nyilván ő is gyilkos volt. Nyilván ő is gyilkos volt, azért nem találták meg a pénzét sem, mert megölte azokat, akikkel eltemette a pénzét. És beásta a pénz mellé, úgyhogy, ja. Akkor nagyon-nagyon sok olyan sorozatgyilkos volt, aki híres lett azért, mert filmet csináltak róla. Néhányak báványnak tekintik, néhányak meg nem. Konkrétan terrorista volt. Hát, igen, ő kicsit példakép is. Na hát ez az. Ez az, hogy néhányan példaképnek tekintik ezeket az embereket, és követendő példának. Csak viszkisnek volt saját kultusza még abban a rendszerben a film előtt. Nagyon sok bűnözőnek megvan egyébként a saját kultusza, aki elég figyelmet nyer magának, és nem a néptől lop.
Hello, Elton. Anakin Skywalker többek között, ő csak gyerekeket ő. Azért a bűnözők bálványozása a mai napig divat, igen. És azok, akik levelet írnak nekik. Van egy külön szervezet Amerikában, akik harcolnak a halálra ítéltek jogaiért. És most gondold el, hogy az a nő, aki mondjuk naponta 5 halálra ítéltnek ír levelet, az mennyire van rendben? Egyik ismerősömet kirúgták munkájáról, mert amikor pár nap elkérték papírjait, rájöttek, hogy volt balesete, ahol bűnösnek ítélték, autóval ment. Legjobb barátja mellett egy motoros be akart turakodni az egyik kanyarból, és nem vett észre időn a motoros, és a barátja meghalt. Milyen érzés lehet, amikor mindenhonnan kirúgják az embert, csak mert egy apró pillanatra nem figyelt. Jó, de az megint más, hogy az... De alapból, aki büntetett előéletű, annak van valamilyen kötelezettsége, hogy ezt közölje, nem? Hogy itt ott van közlési kötelezettség. Szia, Benny, bár nem tudom, Robin Hood is az volt. Ja, ő se az emberektől lopott, mert mind nem a kis emberektől lopott. És nyilván, aki nem a kis emberektől lop, annak kialakulhat egy saját kis kultusza. Mi annó suliba voltunk börtönlátogatáson, elég para volt, de életre szóló élmény. Minket nem vittek el, minket ott tartottak volna, az a baj. Ránk csak rendőröket hívtak a suliba. Úgyhogy, szia farkas! Mi is voltunk. Vannak, akik időseket verik át. Hát nyilván. Erkölcsi bizonyítvány van, ha kérik, oda kell adni, ha nem így jártak. Ja. Escobar is adott a népnek lóvét, szerették is. Beteg vagy? Nem rosszból. Nem, nem ittam kávét. Ennyire érezi, hogy nem ittam kávét, szerintem. Kimaradt a reggeli kávéban, ami nem szokott kimaradni. Azért nézek ki betegnek. Úgyhogy nekem csak szabálysértéseim vannak. Jó, de ez megint más. Sápadnak tűnök. Sokkal barnább vagyok, mint amúgy. Most a kameraképen pedig. Kávé nem ivás és betegség, ez így van. Nálunk sem nyílt a ki elsőre, a kivezető ajtó közölték, hogy választunk egy cellát. Nice. Lehet, hogy vissza kéne hozni a középkori kivégzési módszereket, lehet annak nagyobb lenne a visszatartó erre, nem hiszem. Nem hiszem. Habár az egyik főnököm ült pár évet, szóval szerintem itt nem volt akkora gond a Prius. A színes póló miatt lehet. Hát lehet. Minden olyan szürke ma. Ma a szürkeség uralkodik. Nem hiszem, hogy sápadtabb lennék egyébként, mint szoktam, szóval ezt eléggé kétlem. Akkor sem volt, most sem lenne az. Ja, így van. És miért nem ihatsz kávét? Ihatok kávét, csak nincs itthon tej, úgyhogy nem ittam. Egyáltalán nem vagy sápadt. Köszönöm szépen, Fleti. Megmutassam, hogy hogy lennék sápadt. Tessék. Most már sápat vagyok. Visszarakjuk erre a kellemes sárgás fényre. Úgy tűnjön, mintha... Középkor az kegyetlen volt. Az nyilván az, hogy felakasztottak valakit, lefejezték, bla 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 bla. Például a felakasztást, ha rosszul csinálták, akkor meg se halt az illető rögtön. Most gondoljátok el? Az is micsoda borzalom. Amúgy a hajléktalanok is telente direkt elkövetnek bűnt, hogy bevigyék őket a börtönbe. Igen, tudom. Nem nagyon lehet érte hibáztatni őket amúgy. Komcsik is elég kreatívak voltak, ha kínozni kellett. Na, milyen jó. Minek állnék fel? Nem már. Istenem. Múltkor is volt valaki, aki elkezdte, hogy álljál föl. Ja, te voltál az. Jó, már most megnéztem. Te voltál múltkor is, aki elkezdte, hogy álljál föl! Minek? A száparizel kolbász izé, karomat nézed. Na. Bocsánat, semmi gond. Semmi gond. Mi az, hogy voltak? Mi? Mi az, hogy voltak? Ja, még mindig azok, arra gondolsz, Korty. Hát
Ahhoz azért, hogy lefejezz valakit rögtön, ahhoz elég határozott csapás kell, az sem egy olyan egyszerű dolog egyébként. Túlhúztam szerintem ezt a barnaságot. Szia, Tesz! Jaj. Ja, értem ott ezt a... Ez lehet. Valamelyik nap olvastam, hogy totál más volt a középkor, mint ahogy mi elképzeljük. Beszéltek a videóban a páncélokra, a fegyverekről, a taktikákról, stb. Nagyon érdekes tartalom. Miért te hogy képzeled el a középkort? De a hóhérnak kötelessége volt rendes munkát csinálni, mert ha nem, akkor neki is baja lett belőle. Olvastam, hogy volt a középkorban olyan kivégzési módszer, hogy bezártak valakit egy sötét szobába, és mérgezett gázokat juttattak oda. Hát ez nem csak a középkorban volt. Sőt, az igazán középkorban nem is nagyon ment nekik az szerintem a gázkamra, amiről te beszélsz. Az 1940-es években volt igazán kultusza a gázkamráknak. Az egyik osztálytársamnak van Priusza, nem részletezem, hogy hogyan, de eléggé meglepődtem, mikor elmondta. Előfordul. Úgyhogy igazán az arany időszak eljött a gázkamrának az 1900-as években élte, úgyhogy megjelenek hívták akkor. Hát igen, ott élve égettek el, az egy szarhalál, vagy megfojtottak. Én lennék hóhér. Hát azért nem hiszem, hogy lennél hóhér. Szóval általános megvetésnek örvendtek a hóhérok is egyébként a középkorban. Elsőnél a mustárgáz, jaja. És hát én úgy tudom, hogy a hóhérok azok általános megvetésnek örvendtek. Külön társadalmi osztályt képeztek, melynek tagjai csak egymás között házasodhattak, és foglalkozás apáról fiúra szállt. Az komoly. Na jó, ezt nem tudtam. Ez elég komoly. És sehogy, mert fogalmam sincs valójában milyen lehetett. Vannak filmek, könyvek, leckék erről a korról, amik bemutatják, hogy szerintünk milyen lehetett az eddig összegyűjtött infokból az a kor valóság örök rejtély marad. Hát nyilván. Ugye a hóhéronknak sem véletlenül volt takarva a fejük. Persze, persze. De hát apáról fiúra szállt ez a mesterség, ezt tudtátok? Hogy a hóhérnak születni kellett? Mi a munkád, hóhér? Na, az azért kemény, na. Bakker, lassú voltam, nem baj róluk. Hóhérok voltak akkor legképzettek anatómusai. Anatómusai? Ez így helyes? Az igazi családi vállalkozás, igen. Igen. Mi? Csoda? A modern időkre megváltozott a szakma jellege. Európában a pallós joggal rendelkező földesuraknak, a városoknak az a lehetősége megszűnt, hogy pallós jogukat akasztófa jelezze a birtokuk határán, és az Egyesült Államokból is nyoma veszett a települések szélén felállított bitófának. Középkori hóhér szakma mesteremberei így lassan eltűntek a modern társadalmakból. Szegények! Édes Istenem! Ő volt. Volt egy-egy kínzás, ez volt, hogy itt vannak az ítéletek. Ezek az ítéletek voltak, srácok. Egy-egy kínzás, hurok vagy lefejezés és megégetés, lefejezés mágia és kikötés, lefejezés és kézvágás, kerékbetörés és kikötés, akasztottak elföldelése, hurokleszedéssel. Orrfülcsonkítás, bélyegsütés, kegyelemnyeréskor illették fele. Ó, hogy a bélyegsütést kegyelemnyeréskor illették? Wow. Kínzottak orvoslás díját is számoltak. Mi a szar? What? Altest törése keréken. What? Na jó. Mátyás királyt is ki akarták végezni, de nem sikerült. Ott voltál?
Olvastam, hogy a második vihában a szovjetek, ha elfogtak egy falu, elfoglaltak egy falut várost, akkor 3 napos erőszak volt engedélyezett. Szerintem ez nagyon nagyban függött attól, hogy milyen teambe tartoztak. Hóhérség csak kihalásos alapon ment, olyan, mint most a közjegyző. Ja! Tényleg a közjegyzők a modernkori hóhérok. A modernkori hóhírok. Ez de szép hasonlat, ugye? Nekem is tetszik. Nekem is tetszik. Meg volt a reggeli koffein. Tényleg, ez ebből is van koffein, de lófasz koffein van benne. Majd lemegyek. Majd lemegyek a boltba. Videóban elmondták, hogy elvileg a páncélok egyáltalán nem voltak nehezek. Én nem is gondolom, hogy nehezek voltak. Ki a faszom tudott volna nehéz páncélokban közlekedni. Mert felszínűleg szerint nehezebb, az volt szó arról is, hogy a fegyverekkel könnyedén megölik egymást a filmek, valóságban pedig elméletileg a pár réteg ruházat is komoly védelmet nyújtott, mert a kardok ellen a páncélzat pedig 100% védelmet nyújtott, csak a hajlatoknál lehetett megsebezni a páncélzott ellenséget. De ez logikus, szerintem. Mármint nekem legalábbis. Legnagyobb kínzás volt a fakanál? Wow. Szia, szumós, elúrú. A túlélésig elég, nem? Hát, elég lenne. Már betakaróztam, már fázom. Már fázom, ez már a vég, srácok, meg fogok halni. Egyébként komolyan mondom, pár, vagyis egy órán belül kávéhoz kell jutnom, különben egész nap szarul leszek, úgyhogy. A koffein függőség is komoly függőség. Inkább katonának volt nehéz gyakorlata. Voltak nehéz fegyverzetű katonák is. Persze, hát nem mindenki volt nehéz páncélzatú, nyilvánvalóan. Ez nem így működik, hogy na, akkor most mindenki nehéz páncélzatú, és mit tudom én. Végén be is, na jó, azért nem alszom be. Azért az erős túlzás, hogy bealudnék stream közben. Csak nem alszom el azon, hogy beszélek. Talán még én sem tudok elaludni azon, hogy beszélek. Azért egy lóról láncsával átböknek sokat nem ér a páncélod. Ja. Csak alszol egy kávét, így van. Én, ha nem iszok reggel kávét, utána egész nap fáj a fejem. Nekem is, úgyhogy eléggé. Eléggé várom a kávémat. Volt nehéz páncél, de akkor ilyen nyeszlettek voltak a katonák, hanem folyamatos fizikai terhelés alatt voltak, nagyon csata volt ez is, főnösöm. Mi? Most miért beszélünk a páncélokról? Mire csatatérre jutnak a csomó embert? Persze, nyilván voltak páncélzatok, volt könnyű páncélzat, nehéz páncélzat, de hát ez tök egyértelmű. Volt könnyű páncélzat, nehéz páncélzat, aki a nehezet hordta, nyilván ki volt baszva, kipattintotta őt a páncél hordása. Hát most, na. Csak így józan paraszt isszel gondoljuk végig. Vérebb Sanyi lehetne a hóhér? Úgyhogy, ja. Lépjünk témát. Valahogy így. Most nem igazán értem ezeket a páncélos dolgokat. Akit érdekel, nézze utána. Kb. 30 kg egy lovagi páncélzat. Hát, már amelyik. Nem mindegy, hogy milyen anyagból készült. Éreztem a mondat végén a néppajelzést. Mi az a néppajelzés? Te vagy már a néppajelzés, minyom. Ez nem néma jelzés volt, szerintem. Ez nálam már nem az a kategória, jó? Nem, mint az R6-ot is a Monty, akinek van nehéz fel. Na, de jó. Inkább térjünk vissza a középkori kínzásokhoz, az jobb volt. Amikor vödröt raktak a hasadhoz, és beleraktak egy patkányt, és a végét elkezdték hevíteni, és a patkány átfúrta magát a gyomrodon. Ugye milyen jó? Te se ittél kevét? Az Mengele? Na ja, melyik volt a kedvenc középkori kínzáson? Előhogy nem tudom, Petyó. Nem tudom, de engem nem különösebben érdekelnek a páncélok, és nem is igazán értek a témához, úgyhogy nem tudok hozzászólni. Tü-rü-rü-rü-rü. Tü-rü-rü-rü-rü.
Kínában elterjedt módszer volt, hogy kikötöznek és homlokodra csepeg a víz órákon, napokon el. Ez nem csak Kínában volt egyébként. De igen, az is nagyon komoly. Amikor kikötöznek és csak csepeg rád a víz, úristen, de szar lehetett. Írtam korábban, hogy a patkány is elég durva volt, de nekem az volt a kedvence. Még mikor még megvágták az embert, és besúrozták a nyílt sebet. Besúzták a nyílt sebet. Ilyennek a... Jó van. Hallottam én is, szerintem nagyon érdekes, és nem egyértelmű. A páncélzat nem fizikumon volt, inkább az anyagiakon. Nem csak Kínában, a kisebb ügynökségeket is használtak vallatásra. De amúgy az nagyon komoly, mert folyamatosan, ugye egy az, hogy nem tudsz elaludni. Nem tudsz elaludni, és általában úgy feszítenek ki, hogy álnod kelljen. Úgyhogy zenével is lehet vallatni, nem is, például a bébi sárka a Lajesz. Vagy Lajeszt lehetne vallatni a 10 órás nyankettel. A villamosszék annyira nem durva, mert hamar véget ér. Ha elég nagy a dózis. Lajeszt a 10 órás nyankettel lehetne vallatni, nem? Megrázó élmény. Az elektromos kisülés. Mondjuk engem még sosem rázott meg. Egyébként az áram. Vagyis hát ilyen kisebb áramütés tuti volt már, de... Na, amúgy így rendesen még nem baszott meg az áram. Titeket ilyen? Esetleg csapott már villám a közeletekbe be? De ne akarsz áramszedő lenni, nem? Pedig baromira felvillanyozó. Csak egy kisütés volt, és nyíf az agyadnak szinte azonnal, utána már csak az izmaid renganak a sokkolás miatt. Hát ez az, hogy a villamos szék az nem is volt olyan durva szerintem még. És a csávó, aki túlélte a hajzét, túlélte a saját kivégzését. A vizes kínzás való és létezik, igaz, hogy tiltja a Genfi egyezményt, de attól még használják. Az nagyon-nagyon durva szerintem a vizes. Jobb helyeken szép kobótosan lehámozzák rólad a bőrt. Élve megnyúznak. Na jó, mondjuk az is egy szar. Én amit tudom, hogy nem szeretnék az élve elégni, és megfulladni, ez a két halál, ez így köszönöm. Inkább álmomban, vagy lőjenek fejbe, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Valami ilyesmi. Jobb helyeken megvonják tőled a Danna streamet. Az a rosszabb helyek, értesz? Ezek a rosszabb helyek. Karóba húzás is kemény volt, én aki ki tudta kerülni a szerveket, így elélt napokig az elítélte. Jó ég. De a keresztre feszítés is nagyon durva szerintem. Nem megy ez ma, nekem sem egy minyon, kezd fájni a buk sirályom. Kell a kávé! semmi baj, majd mindjárt lemegyek kávéért. A bőtütés csak az utolsó 10-nél durva. What? Iszok én is egy harmadik kávét. Előbb add ide az első kávémat, fletty! Milyen szar lehet? Én nagyon sokszor álmodtam azt, hogy élve eltemetnek, és tényleg szar. Vagy ott a vérsas. Na jó, az nagyon durva a vérsas. Ott se halsz bele, mielőtt megcsinálják. Igen. Az én buksirályom se tudja, merre van a part. Buksirály! Jaj, hú, de jót elsírottam. Volt olyan kézes, hogy az embert megvágták, majd összeborták, semmi érzéstelentés nélkül. Begyógyult a varrat, akkor ugyanott felvágták. Kellemes lehetett, hogy sok ideig ugyanott vágnak meg, és nem tudsz felépülni rendesen. Ja, biztos megterhelő a szervezetnek. Mi volt, hogy a fizika tanárt szabadítottuk ki az áramkörből, mert belenyúlt vizes kézzel a konnektorba. Milyen a vérsas? Hát fogják a bordáidat, a hátadon keresztül kifordítják két oldalra, utána ráakasztják a tüdődet. És akkor úgy nézel ki, mint egy sasmadár. Mondjuk a fizika tanártól azért meleg, ja.
Reggeli vidám percek Dannával. Hoppá. Hoppá. Hát nem próbálnám ki. Hát szerintem senki nem próbál neki. Abban fixen belehalnak utána. Bocsánat, lehetne kicsit vidámabb is a reggeli stream. Esküdöm, a kávé megvonástól van. Esküdöm, attól van. Ez is kimaxolva. Mi van maxolva? Lajász, köszönöm szépen a csírt. Jaj. De jó, hogy nyújtózkodtam. Mi van ezzel maxolva? Nagyobb kö... új köcsögöd lett! GG Lajász! Gratulálok az új köcsögödhöz! Milyen színű lett az új köcsögöd? Piros? Reggel vidám percig Dannával akasztanálok egy banán... bandanával... Mi? Oké. Hagyjuk, hogy hol... Ide hallottam, hogy kiropogtál. Ah, nagyon jó érzés volt. Muti! Muti az új köcsögödet, Lajász! Ó, oh, ez... Nagyon furcsán hangzott, tudom. GG! A rózsaszín köcsökhöz lejelz! GG! GG! Legalább munkavédelmi megfontolásból figyelj oda. Ja, igen, az fontos. Az iskolában fontos az odafigyelés. Ébredés után vizet kell egyből inni és futni egyet. Mi? Az milyen mazoista dolog már? Minek fussak, ha nem kergetnek? Minek fussak, ha nem az életemért futok? Amúgy se bírná a térdem a futást, úgyhogy ripperóni. Az nem nekem való. Fokhúzás, körömtépés, csonkítás is bőven megtennénem. Kreatív, de a hatása tuti lenne. Az illető nem érzi kell, felszerelést pedig nem igazán kell keresni hozzá. A köröm letépés, úristen! Szóval nem sok mindentől akadok ki, de a köröm letépés, az így fogják és letépik a körmet, fúj. Ah, fúj, na az a legrosszabb. Nyilván nem az a legrosszabb, csak... Fusson, akinek hat anyja van, az is, mint Karen. Nem tudom, szerintem Scorch mondta legjobban, futna a halál. Reggeli hideg zuhanyt kihagytad, de jó Isten, az már mazoizmus, nem? Szia, Rokó, hello, hello. Szerintem egy jó reggel úgy indul. Felkelsz nem ébresztőre. Amikor nem ébresztőre felkelsz. Iszol egy kávét. Iszol még egy kávét, legyen. Még egy kávét iszol. És visszafekszel aludni. Nem ez a legjobb reggel, ami létezhet? Hát nem ez a legszebb reggeli gondolat. Ne legyen kettő csak, hogy vissza tudj aludni még. Azért gondoltam. Volt rá példa. Ah, mert a cukor, akkor a te életed nagyon szép. Akkor te egy boldog ember vagy. Shine like a diamond. Akkor ez most nekem jó reggel? Szabin vagyok, kikapcsoltam az ébresztőt, ezért felébresztettek a kapucsengővel. Ó, oh, kapucsengő kinnen nevem, hogy a csenget felengedem. Húj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 
lábam, rövid karom. A talpamat nem vakarom. Hújújújújújújújúj, mézet iszom. Mézet eszem, mézet iszom, ragadok is, mint a piszok. Húj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 
Men who plays? Hello, hello. Lengeti a kaszát a csebességgel. Böki, böki. De susogós macik. Kikapcsolták a villanyt, a gázt, meg a gravitációt. Imádtam a susogós macikat. És hol marad a Danna stream nézés? Az is kell, nem? Egy jó reggelhez? Nem feltétlenül. Nem feltétlenül kell a jó reggelhez. Már is jön a dammancsot. Á, tesz! Lel. Áram nélkül nehéz az élet. Hát a gravitáció nélkül is az, az igazság.
Gravitáció nélkül se sokkal könnyebb. Bocsánat, ez ilyen vérszegény dammacs volt, kicsit. A kávé az hiányos. Hiányos a szervezetemből a koffein mennyiség, ami normál működéshez szükséges. Szia volt, te cukker, hello. Élet nélkül is nehéz az élet. Nem, anélkül könnyű. Pont ez az. Ha még egyszer krumplit pucolsz a jacuzziba, a szádba lépek. Istenem. Amúgy nagyon szerettem a susogós macikat, az volt az egyetlen értelmes dolog a tévében. Értelmes? Értelmes. Na jó, srácok, levegyek a boltba. Elfogyott a víz a boltban! De nem baj, remélem tej van. Akkor lesz kávé. Úgyhogy legyetek jók, délután jövök. Elfogyott a víz a boltban! Délután jövök, 4 órakor, szerintem szubnautikázunk tovább. De még meglátjuk, hogy mi lesz. Na, sziasztok, pápás!